Ötödik alkalommal került lebonyolításra a kistarcsai teljesítménytúra. A kedvező nyárias időnek köszönhetően sokan jelentek meg a városi uszodánál felállított rajtkapuknál, és hála a különböző hosszúságú távoknak mindenki megtalálhatta a számára megfelelő kihívással bíró megmérettetést. Solymosi Sándor kistarcsa polgármestere a kora reggeli indulók között volt, ennek köszönhetően már a megtett úttal a háta mögött mesélt az élményeiről. Most mi úgy olyan útvonalat jártunk be, hogy visszafelé sok mindenkivel találkoztunk, és örömmel fedeztem fel kerepesi, nagytarcsai, csömöri ismerősöket. Ezek nyilvánvalóan adottak, de Budapestről is sokan jönnek ki, hiszen nagyon közel vagyunk, és nagyon jó közlekedési lehetőségek vannak. A távokkal igyekeztünk minden generációnak, minden korosztálynak, illetve minden testalkatnak, hogy finoman fogalmazzak, programot biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a legrövidebb túrát az bátran tudom ajánlani mindenkinek. Egyetlen egy titka van az egésznek, az iram öl meg nem a táv, ahogy a barátom mondta a klasszikus mondást, tehát egy önismeretre szükség van, egy általános fizikai állapot ismeretre önmagunkról szükség van ahhoz, hogy helyesen tudjuk megválasztani az adott napi távot és annak megfelelő iramot. Hát én azt gondolom, ma nagyon nagy élmény lesz mindenkinek, ennél tökéletesebb időjárás nem nagyon lehet találni egy ilyen programhoz. Valkai Ferencné a sportuszoda vezetése mellett évek óta vesz részt a teljesítménytúra szervezésében. A rendezvény múltjáról és a most zajló megmérettetés kiemelt akciójáról kérdeztük. Az elődöm kezdte el szervezni, ő nagy hegymászó volt, a Lesták Erzsi, és az elsőt 5 évvel ezelőtt szervezte, nagyon nagy sikerű több hegymászóval, több köztük a Erős Zsolttal, egy nagyon nagy sikerű túra volt, és utána vettem én át az uszoda vezetést, és ez a nekem a negyedik túra, amit szervezek. Az idei évben először a Decathlon beszállt a szervezésbe, több oldalról, tehát egyrészt fizikailag itt vannak pecsételőpontokon segítenek, és a söprésbe, ami ugye azt jelenti, hogy az utolsó túrázó után mennek, és segítik, ha esetleg valaki eltéved, vagy hát utána begyűjtik a szemétnek számító kijelölést a műanyag szalagokat a fákról. A másik pedig, amiben a Decathlon nagyon nagy segítséget nyújt, szponzorálja az eseményt két részben. Egyik, hogy minden egyes induló a nevezési díjat Decathlon kártyába visszakapja, amit levásárolhat a csömöri Decathlonban. A másik pedig egy olyan kezdeményezés, hogy minél több fiatalt mozgassunk meg. Az iskolák között meghirdette ezt a bizonyos túrázás ulidért mozgalmat, amelyik iskola a legtöbb túrázót küldi, az 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt kap az iskolájának, amit levásárolhatnak sportszerekre az áruházokban. A túra első ellenőrző pontjánál mi is megpihentünk egy kicsit, és a résztvevőkkel beszélgettünk. Ez az első ilyen teljesítménytúra, amin részt veszel? Nem. Na, hanyadik? Negyedik. Negyedik. Most vagyunk körülbelül a pálya felénél, hogy bírod egyenlőre? Jól. Jól, és még ugyanennyi van hátra körülbelül. Igen. El fogsz még menni hasonlókra a közeljövőben? Igen. Na, jól van akkor. További jó túrázást kívánok. Köszönöm. Hanyadik teljesítménytúra, amin részt vesznek? Azt hiszem a negyedik, talán a negyedik, így van. Melyik táv az, amit most bejárnak? Hát most a legkisebb kedvérmerő elfáradna, csak a 6,5-eset választottuk. A tavalyi évben úgy szint, mert a másik gyermekem is még elég kicsi, és akkor esett is az eső, de amikor egyedül mentem, akkor a leghosszabb távot azért végig teljesítettem. Akik esetleg csak ebben a műsorban látják, hogy mégis milyen egy ilyen túra, azoknak mit tudna üzenni, mint gyakorlott túrázó? Mire számíthatnak? Miért érdemes kijönni? Mi a legszebb, és esetleg mi a legnehezebb, amivel számolni kell egy ilyen túrán?
Hát a legjobb dolog benne szerintem, hogy ha a családostól jövünk, együtt van a család. A másik pedig nagyon jó ez a szervezés, mivel azért a kistarcsai polgárokat megmozgatja. Látszik is, hogy nagyon sokan részt vesznek, ez egy nagyon jó dolog. Jó lenne minden település csinálna hasonló teljesítménytúrákat. Itt mindenki a saját erejét felmérve be tudja osztani, hogy melyik táv az, amit szeretne. Mi nehéz? Nehéz mondjuk az időjárás a kapcsolatban, hogy felkészüljünk azért vízzel, és lássuk, hogy milyen távot választottunk ahhoz képest az öltözékünkkel. Amúgy pedig szerintem egy kellemes délelőttnek vagy egy délutánnak kell ezt felfogni. Szilárdi László a Kistarcsai Művelődési Ház vezetője is minden évben kiveszi a részét a szervezésből. Az első ellenőrző pontnál találkoztunk. Mi történik itt éppen? Hát jelenleg hoztuk a váltást. Minden ellenőrző pontnál van kint emberünk. Egyrészt bélyegeznek, másrészt vizet osztanak, harmadrészt meg útba igazítják a túrázókat. Jelenleg egy váltást hoztunk, és ez mellett még egy kis ellátmányt, vizet és egyéb finomságokat, amivel a túrázókat kényeztetjük. Több távon indultak már el itt a túrázók. Milyen eddig a hangulat? Hogy látjátok? Hát én most a főadi szállásról jövök, a Huszadától, ott nagyon jó a hangulat, és most megyek körbe a pontokon, megkérdezem mindenkit, hogy van-e megfelelő ellátmánya, jól érzi-e magát, és akkor a végén majd adunk egy hangulatjelentést, eddig úgy látom, hogy jó. Az ellenőrző pontokon áthaladva további lelkes résztvevőkkel találkoztunk, akik az igazoló pecsétek felvétele mellett üdítővel és némi élelemmel felvértezve folytatták a távot. A célvonalon átlépve minden résztvevő jelvénnyel és oklevéllel lett gazdagabb, illetve a szervezők zsíros kenyérrel segítettek az elvesztett kalóriák visszaszerzésében. A jó időnek és a kiváló szervezésnek köszönhetően mindenki kellemes emlékekkel és feltöltődve indult haza a városi úszoda elől.